elindult az 1400 méteres gyeppályás verseny, és Rebel Loosely ugrott ki a legjobban a startgéből, illetve a Regölő. Rebel Loosely, a Regölő és Tűzgalamb, ez az első három sorrendjében, a falon pedig Kraken tartja remekül magát világos dressben, picit kiszakadva Mr. 5 Euros, már most, amikor elhagytuk az első 1200-as tájállát jelző részt. Nagyon jól együtt az élmezőn, továbbra is Regölő, Tűzgalamb és Rebel Loosely hármasa a frontban, három hölgylovas diktálja tempót, mögöttük pedig Amerika kapitánya, Suták Csenge érkezik, egyelőre a hölgylovasok nagyon jól együtt, Marlonnal Mészáros Zsolt megkezdi a zárkózást, miközben a mezőny végén még mindig Mr. 5 Euros. A lovak most már a kanyar közepén járnak, bő 500 méter van hátra a versenyből, és Tűzgalamb átveszi a vezetést. Tűzgalamb kicserélt lóként megy jó formában lévő lovasával, Tűzgalamb Mocsinka VNL elsőként fog fordulni a befutóra. Tűzgalamb az élen mellette, Regölő, illetve Amerika kapitány. Amerika kapitány kívül fog támadni, és Marlonban, ha van erő, akkor ő is ülhet, mert szabad útja van, és ott van most már a vezető ló mögött. Vezet Tűzgalamb, mögötte Marlon. Marlon Tűzgalamb a távolszopnál, Marlon át fogja venni a vezetést, kívül pedig megindul Termion. Marlon Termion és Levendula a nemzeti díjat és az alagi díjat megjárt lovak a főszerepben, de közöttük ott van Levendula, Marlon, Levendula és Termion, óriási küzdelem a végén, és egy nagy célfotó, Levendula, ott van a célfotóban Marlonnal, Termion nagyon szoros harmadik.